És az infrastruktúráért felelős államtitkár urat az infokommunikációs államtitkár követi, Nyitrai Zsolt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszönöm a kérdést! És az apropó, hogy itt van, múlt hét közepe óta elérhető Magyarországon az úgynevezett hibrid hálózat, amely mérföldkő a magyar informatika történetében. Nem tudom, lehet erről a hibrid hálózatról úgy beszélni, hogy az mindenki számára érthető legyen. Én bevallom őszintén, hogy megkérdeztem informatikus ismerősöket, hogy miért olyan nagy jelentőségű ez a fejlesztés. Hát, de nem nagyon kerültem beljebb, segítsen egy kicsit nekem. Igen, kísérletet teszek rá, hogy érthető módon elmagyarázzam, ezt az egyébként valóban nagyon fontos és világszínvonalú előrelépést, amit ugye a múlt héten sikerült megtenni a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézetnek az égisze alatt, vagy az ő közreműködésével. Ugye ez a új generációs informatikai hálózat, ez igazából tényleg világszínvonalú. Elsősorban ez december 9-től kezdve a felsőoktatási, kutatási intézményeket köti össze egymással, illetve a világhálóval olyan szinten, hogy a legmodernebb technikával, szupergyors interneten keresztül tudják lekérni azokat az adatokat, vagy továbbítani azokat az adatokat, amik nekik szükségük van. Talán úgy tudnám ezt elmondani, hogy kicsit olyan volt ez a váltás, mint amikor egy család lecseréli a régebbi ütött, kopott autóját, és vásárol egy új, nagyon szép, nagyon gyors és biztonságos gépjárművet. Egy-két ilyen technikai adattal és mérőszámmal még inkább bonyolítsam a mondandómat. Azt tudom mondani, hogy ezen a hálózaton 40 gigabit per szekundumos adatátviteli sebességre is van lehetőség. Ez pedig körülbelül azt jelenti, mintha egy másodperc alatt 10 000 darab 250 oldalas könyvnek a teljes szövegét sikerülne továbbítani A pontból B pontba, úgyhogy ez egy rendkívül komoly, akár extrém adatmennyiségeknek a továbbítására alkalmas hálózat. Nyilvánvalóan erre azért van szükség, mert a felsőoktatásban és a kutatásban nagyon sokat kísérleteznek, nagyon komoly adatmennyiségeket továbbítanak, és most már erre a múlt héttől kezdve világszínvonalon van lehetőség. És az egészet én azért tartom fontosnak, mert ugye, hogyha gazdasági növekedésben gondolkodunk Magyarországon, már pedig abban gondolkodunk, akkor mindenképpen fontos ehhez az innováció. Az innováció az fontos az, hogy kutatásfejlesztésben és felsőoktatásban jók legyünk, annak pedig az alapfeltétele egy meglévő, nagyon modern informatikai infrastruktúra. Már azt körülbelül hiszem, ennyi a lényeg. Azt hiszem, hogy nagyon jól érzékeltetenek az egész hibrid hálózatnak a lényegét, és hogyha már az autós példával jött, akkor azt kell mondjam, hogy valóban van egy különbség egy régi öreg autó, meg egy új között, de az új sokkal drágább is. Ez mennyire drága ez a rendszer? Ez nyilvánvalóan most egy beruházásról van szó, tehát minden autóvásárlás vagy építkezés az elején befektetéssel jár. Mennyire került ennek az egész rendszernek a kifejlesztése? Ennek a rendszernek, tehát a mostani részének a kifejlesztése az 2 milliárd forintba került. Ennek a nagy része egyébként Európai Uniós támogatás volt, a strukturális alapokból érkezett ez. És az elején nyilván befektetésről van szó. De a jelszavunk ennél az akciónál a modernizáció, modernitás és egyébként a költséghatékonyság volt, mert hogy ennek a rendszernek a használatával éves szinten a számítások szerint mintegy 30%-kal lehet csökkenteni majd a kiadásokat, úgyhogy amellett, hogy van egy nagyon modern hálózatunk, kiszámítható, hogy mennyi idő alatt, viszonylag rövid idő alatt ez behozza az árát a költségcsökkentéssel, úgyhogy nyilvánvalóan egy optimális megoldást sikerült találni a tekintetben, hogy legyünk modernek, és ugyanakkor ne legyünk nagyon-nagyon drágák, hanem pont ezzel csökkentsük a költségeket. A világban, vagy szűkebb körben vegyük az Európai Uniót, hány országban használják ezt a hibrid rendszert? A régióban először használják itt Magyarországon ezt a 40 gigabit per szekundumot, úgyhogy ez szintén egy jó hír. Itt most tényleg csatlakoztunk ezzel a világ élvonalához, a régióból pedig első helyre törtünk. És ez azért is nagyon fontos, mert egyértelműen illeszkedik a kormánynak ahhoz az infokommunikáció stratégiájához, amit a közeljövőben fog elfogadni. Ugye Digitális Magyarország néven közé tettünk egy vitairatot, amelyet megvitattunk az interneten keresztül a hozzászóló polgárokkal, nagyon sok civil szervezettel, érdekképviselettel, az iparágak képviselőivel. Feldolgoztuk a véleményeket, és hamarosan kormányülés elé kerül ez a stratégia, melyet, hogyha elfogad a kormány, akkor a digitális megújulás néven láthatjuk azt, hogy január 1-től egészen a ciklus végéig ezen a területen, ami ugye az informatika, hírközlés és a média területe, hova akar eljutni a kormányzat. Államtitkár úr, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Én is köszönöm a meghívást.